A józan gondolkodás és a logika is azt diktálja, hogy a szekszárdi rekreációs központ a már meglevő strand mellett épüljön fel, ne pedig a régi, korábban életveszélyesé nyilvánított úszoda épületében. Így az üzemeltetés jóval olcsóbb lenne, a vendégek pedig kényelmesebben egy helyszínen érhetnének el minden szolgáltatást. Ezt a Rádió egy műsorában mondta a Tolnai megyeszékhely polgármestere. Ács Rezső szerint ezen érvek mellett az a tény is az eredeti már működő strandnál levő helyszín mellett szól, hogy a Modern Városok Program szerződése arra a helyrajzi számra lett aláírva. Ebben a szerződésben a kormánnyal a város erre a helyszínre, a sportközpontra szerződött. Mindenféleképpen a másik fél hozzájárulása is kell majd, hogy megváltoztassuk a helyszínt. Én úgy tudom, hogy a szerződés szerinti helyszín megvalósulása várható, és szerintem ez logikus, mert most tulajdonképpen az úszodából kijönnek a sportolók, semmi nem indokolná, hogy átmenjenek vizes fejjel a rekreációs központra, mondjuk át a vasúton, a busz megállóra, és akkor be a Toldi utcában. Szekszárd első ember az ország leghallgatottabb rádió csatornáján arról is beszélt, hogy jó döntés volt polgármesteri tanácsoknak felkérni Zaják Ritát, hiszen a rábízott új orvosi rendelő építésének előkészületei jó ütemben haladnak. December 23-án sikerült benyújtani a pályázatot, most pedig a hiánypótlás összeállításán dolgoznak a polgármesteri hivatal munkatársai Zaják Rita vezetésével, és várhatóan ez a munka is elkészül határidőre. Szeretném leszögezni, hogy nem vetettük rá annak a lehetőségét, hogy szőlőegyen is megvalósuljon az orvosi rendelő, de úgy néz ki, hogy a helyszín kiválasztás szempontjából is vannak még kérdések, ezt tisztázni kell, és így következő ütemben szőlőegyen is meg kellene építenünk egy orvosi rendelőt, de ehhez biztosítani kell a szakmai feltételeket, ami ugye két orvosi jelenlétét jelenti. Zaják Rita a város alapegészségügyi fejlesztései mellett a szociális területért is felel. Ács Rezső szerint az, hogy az idősek karácsonyi csomagjainak kiosztása jól sikerült, az is azt mutatja, hogy a képviselőnő hatékonyan végzi a rábízott feladatokat.